Üdvözöllek benneteket, másodikosok! Takács Helga vagyok, az Iván Szárics Műszaki Iskolában tanítok matematikát. Mai órán folytatjuk a másodfokú függvények kivizsgálását, illetve a grafikonjuknak az ábrázolását. Ugye ígértem még néhány példát, tehát hogy ne csak a legegyszerűbb konvex függvényt lássátok. Kezdjük is rögtön az y egyenlő mínusz 2x négyzet, plusz 5x, plusz 3 függvénnyel. Tehát végig fogunk menni most is azokon a szempontokon, amit úgy neveztem, hogy a függvény kivizsgálása, tehát meghatározunk néhány tulajdonságot, pontosabban 7 darabot. Mi volt ez a 7 darab tulajdonság? Az első volt ugye az értelmezési tartomány, utána nulla helyek, y-tengellyel való metszéspont, szélső értéke, illetve utána monotonitás, tehát hol növekszik, hol csökken, megrajzoljuk a grafikont, és leolvassuk róla az előjelét. Ha megjegyeztétek legalább az első pontot, az ugye könnyű lehetett, mivel mondtam, hogy minden másodfokú függvény értelmezési tartománya, valós számok halmaza, így se lesz ez másként. Másodiknál ugye számoljuk a nulla helyeket. Hogy számoljuk a nulla helyek x koordinátáját? Ugye mivel a nulla helynél az y nulla, ezért kiegyenlítjük ugye ezt nullával, ezt a mi mínusz 2x négyzet plusz 5x plusz 3-unkat, kaptunk egy másodfokú egyenletet, mindannyian gyönyörűen meg tudjátok ezt már oldani, mindenki tudja fejből a képletet, ami nem más, mint mínusz b plusz mínusz gyök alatt b négyzet mínusz 4-szer a szor c per 2-szer a. Itt egy picit csaltam, ugye én rögtön a számokat írtam be az ABC helyére, de már mindannyian le tudjátok olvasni biztosan, hogy az A az mínusz 2, a B az 5, és a C az 3 ennél a másodfokú egyenletnél. És akkor számoljuk ki, tehát x1, 2 egyenlő, mínusz B plusz mínusz gyök alatt, ugye 25. Itt a kettő darab mínusz miatt plusz 24-et kapunk, ugye 4-szer 2, 8-szor 3, 24, ugye mínuszszor mínusz pedig plusz, és per mínusz 4. A gyök alatt ez itt 49, annak tudjuk, hogy a négyzet gyöke 7, tehát az egyik megoldásunk mínusz 5, mínusz 7 per mínusz 4 lesz, a másik mínusz 5 plusz 7 per mínusz 4. Nézzük, hogy akkor erre mit kapunk, ugye mínusz 12 per mínusz 4 az 3, a másik pedig 2 per mínusz 4, vagyis mínusz 1 ketted. Hát lehet, hogy most fordítva írom, hogy ez legyen az x2, ez az x1, csak azért, mert erre kaptam kisebb számot, és legyen az az első nulla helyünk már. Nem kötelező, természetesen írhatjátok fordítva is, ez nem hiba, csak azért jobban szeretem, ha az egyes pont van előbb, tehát az első nulla helyünk a mínusz 1 ketted nulla, a második pedig a 3 és nulla. Jó, y tengellyel való metszéspont is nagyon könnyű, ugye ha az x nulla, akkor marad csak ez a c értékünk, ami ebben az esetben 3, és csak fel kell írnotok, hogy az y tengellyel való metszéspont, amit én m ponttal jelölök, nem más, mint a 0, 3. Tehát a 3-ban, tehát az 3-as magasságban fogja metszeni a mi grafikonunk az y tengelyt. Negyedik szempontunk, ugye a parabola csúcsa. Nézzük meg először is, hogy minimuma vagy maximuma lesz ennek a mi függvényünknek. Az A értéke mínusz 2. Mit mondtunk? Ha az A negatív, akkor mi lesz nekünk? Minimum vagy maximum? Hát az A negatív, akkor konkáv a parabola, és akkor persze, hogy maximuma lesz, tehát a maximum koordinátáit keressük, és felírtuk rá, hogy ennek a koordinátái mínusz b per 2a, illetve 4ac mínusz b négyzet per 4a, tehát csak ezeket kell kiszámolni.
konkrétan ezen a példán mínusz b, tehát mínusz 5 per 2a, kétszer mínusz 2, ez az első koordináta. Második 4ac, 4-szer mínusz 2-ször 3, mínusz b négyzet, tehát mínusz 5-nek a négyzete, per 4a, 4-szer mínusz 2. Kiszámolva, ugye azt kapjuk, hogy 5 negyed, mivel ugye mínusz 4 a nevező, és mínusz per mínusz az plusz lesz, tehát 5 negyed az x koordináta, és itt pedig mínusz 24, ugye 6-szor 4 mínusszal, meg még mínusz 25, az mínusz 49-et ad, ez pedig mínusz 8-at, megint a két mínusz miatt plusz lesz belőle, tehát mínusz 24, mínusz 25, az mínusz 49 per mínusz 8, vagy 49-8-ad, ugye miután a mínuszok leegyszerűsödnek. Jó, tehát megvan a maximuma is, és akkor nézzük a következőt, tehát felírni, hogy hol fog növekedni, illetve hol fog csökkenni ez a mi függvényünk. Konkáv. Tehát először növekszik, utána csökken. Meddig növekszik? A maximumáig. Tehát az y növekszik, ha az x-ünk mínusz végtelen és 5 negyed között van, és utána csökken, tehát az y csökken, ha az x nagyobb, mint 5 negyed. Tehát 5 negyedtől végtelenig. Jó, és akkor jön a grafikon. Na, hova rajzoljam majd ide szépen? Tehát milyen értékeink vannak? Jó, majd szép, elég kicsik, tehát be tudom ide rajzolni. Ugye van a két nulla helyünk, a mínusz egy ketted és a nulla. Tehát x értéke mínusz egy ketted, y nulla, illetve a három nulla. Tehát legyen mondjuk ez az 1, 2, 3, tehát itt lesz a másik n érték. Az m, tehát az y tengellyel való meccéspont 3-ban van, tehát m, ez volt az n1, ez az n2. És mi van még nekünk? Van egy maximumunk 5 negyed, az 1,1 negyed, tehát legyen mondjuk itt az 5 negyed, és 49 nyolcad, ugye 6-szor 8, 48, tehát 6,1 nyolcad, ha ez a 6-os, akkor legyen ez a 49 nyolcad. Persze csak vázlatosan rajzolom, tehát nem kell itt milliméter papírt elővenni, tehát ez a pontunk körülbelül itt lesz. Jó, és megrajzoljuk, ugye tudjuk, hogy konkáv, tehát vázlatosan megrajzoljuk a grafikonját. Ez a mínusz 2x négyzet plusz 5x plusz 3 függvény, hát nagyon rondán írtam rá, de ráírjátok valahova csak a képletét. És ha megvan a grafikon, akkor erről le tudjuk olvasni 7-es pont alatt, hogy hol fog a mi függvényünk pozitív, illetve negatív lenni, tehát hol lesz gyakorlatilag úgymond az x tengely fölött, és mikor lesz alatta, tehát az y tengely pozitív értékeit mely x értékekre veszi fel, és melyekre fog negatív értékeket adni. Tehát y hol lesz nagyobb nullától? Itt is ugye megkülönböztettük azt az esetet, amikor konvex, illetve azt az esetet, amikor konkáv a parabola. Ez mivel konkáv, tehát az a kisebb nullától, a két nulla hely között lesz nekünk pozitív, mert ellentétes ebben az esetben az a együttható értékével. Tehát itt látjátok is, ugye, hogy hol van az x tengely fölött, ez a két pont között, tehát mínusz egy ketted és három között. Tehát az y nagyobb nullától, ha az x mínusz egy ketted és három között van, és mindenhol máshol pedig negatív, tehát itt is, meg itt is negatív, azaz mínusz végtelentől mínusz egy kettedig, és utána háromtól végtelenig is negatív. Jó, kivizsgáltuk ezt a függvényt, remélem nem volt olyan nagyon nehéz, tehát ez volt a mai első példánk, azért még megnézzünk egy-kettőt, hogy
lássuk azokat az eseteket is, amikor nincs metszés pontunk az X-tengellyel. A második példánk az y egyenlő 2x négyzet mínusz x plusz 1 függvény lesz. Ezt is ugye kivizsgáljuk az a 7 szempont alapján, ahogyan az előzőt is. Az első szempontunk most is nagyon egyszerű, az értelmezési tartomány nem más, mint a valós számok halmaza, mint minden másodfokú függvénynél. Viszont most, amikor a nulla helyeket akarjuk megkeresni, nézzük meg, hogy mi történik. Tehát kiegyenlítjük nullával a 2x négyzet mínusz x plusz 1-et, és oldjuk ugye a megoldó képlettel, amit mindannyian nagyon jól tudunk fejből. Ugye x1, 2 egyenlő mínusz b plusz mínusz gyök alatt b négyzet mínusz 4ac per 2a. ABC-t ugye felírtam, 2 mínusz 1, 1, és számolom. Tehát mínusz b mínusz mínusz 1 az plusz 1. Plusz mínusz gyök alatt b négyzet, tehát a mínusz 1-nek a négyzete az 1. Mínusz 4ac, mínusz 4-szer 2-szer 1, az mínusz 8, tehát 8-at kapunk erre, ugye? 1 mínusz 8-at. Azaz milyen számot kapunk a gyök alatt? Hát negatív számot, tehát 2-szer 2, ez itt gyakorlatilag minket már nem is érdekel, mert a diszkrimináns kisebb lett nullától. Tehát nem lesz valós megoldásunk. Azaz, ha nincs valós megoldásunk, akkor ennek a függvénynek nincs nulla helye. Tehát nem fogja metszeni az x-tengelyt. Jó, attól még, hogy nincs nulla helye, még az y-tengelyt metszheti, hát metszeni is fogja, ugye egyben, ha az x nulla, akkor a c marad csak, tehát nullában egy értéket vesz fel, ez az y-tengellyel való metszéspontunk. Következő a csúcsa a parabolának, tehát minimum vagy maximum, az a pozitív, konvex, tehát minimuma lesz, minimum értékének a koordinátái mínusz b per 2a per, elnézést, az x koordináta mínusz b per 2a, és az y 4ac mínusz b négyzet per 4a, kiszámolva ezeket azt kapjuk, hogy ugye mínusz b, tehát mínusz mínusz 1, az 1 per 2a, 2-ször 2, az 4, és a másik, tehát 4ac, 4-szer 2, ugye 8-szor 1 az 8, mínusz b négyzet, tehát mínusz 1-nek a négyzete az 1 per 4a, 4-szer 2 az 8. Tehát a minimum koordinátái 1 negyed és 7 nyolcad. Jó, ezzel is megvagyunk, akkor felírjuk azt, hogy hol lesz a mi függvényünk növekvő, illetve hol lesz csökkenő. Megint konvex, tehát először csökken, eléri a minimumát, és utána növekszik. Tehát az y csökken, ha az x mínusz végtelen és egy negyed között van, és az y növekszik, ha az x nagyobb, mint egy negyed. Tehát egy negyedtől végtelenig. Rajzoljuk meg a grafikont, majd ide mellé rajzolom. Na most elkezdeném rajzolni. Ugye mi volt az előző feladatnál egy nagy segítség a grafikon megrajzolásában? Hát az, hogy nekem megvolt a két nulla hely, és ezzel összesen volt négy pontom, aminek a segítségével meg tudtam rajzolni könnyedén a grafikont. Itt most annyi a problémánk, hogy összesen kettő pontot számoltuk csak, vagy határoztunk csak meg erről a függvényről, az y-tengellyel való metszéspontot és a minimumot. Ha mi ez alapján nem tudjuk megrajzolni a grafikont, akkor nincs más dolgunk, mint hogy veszünk egy tetszőleges számot az x-re, kiszámoljuk arra az y értékét, és azt a pontot is berajzoljuk. Tehát egy tetszőleges pontot veszünk erről a paraboláról,
Én mondjuk azt mondom, hogy számoljuk ki x egyenlő 1-re az y értékét. Tehát x egyenlő 1-ben mi lesz a mi y-unk? Y ugye egyenlő 2-ször 1 a négyzeten, mínusz 1 és plusz 1. Ugye 2, a 2-ször 1 négyzete mínusz 1, és a plusz 1 pedig kiesnek, tehát marad csak a 2-ünk. Tehát 1-ben 2. Legyen mondjuk ez egy A pont, aminek a koordinátái 1 és 2. Na most már van elég pontunk, tehát van 3 darab pontunk, ez alapján szerintem már meg tudjuk rajzolni ezt a parabolát, főleg, hogy tudjuk azt is, hogy hogy néz ki, ugye konvex parabola, rajzoljuk akkor meg. Tehát az M pontunk 0, 1. Kicsit nagyobb egységeket fogok venni ez a minimum miatt, mivel itt ugye az X koordinátánk 1 negyed, tehát egy kicsit nagyobb egységet veszek az 1-re, tehát legyen mondjuk ez itt az 1-es, és akkor a minimum az 1 negyed és 7 nyolcad, tehát 1 negyedben, ha ez itt az 1-es, annak körülbelül itt az 1 a negyede, ugye 7 nyolcad pedig közel van az 1-eshez, tehát itt lesz a minimum koordináta, vagyis a minimum pont, bocsánat, vagyis a t-min, és mi az, amit még meghatároztunk? Hát meghatároztuk azt is, hogy 1-ben 2 lesz, tehát ez itt az 1, tehát itt 2 lesz, és akkor ez a 3 pont alapján már meg tudom rajzolni ezt a parabolát, persze csak vázlatosan, tehát itt nincs semmilyen pontos ábrázolás, tehát a 2x négyzet mínusz x plusz 1 parabola körülbelül így néz ki. Tehát az M pontunk itt volt, minimum a picit lejjebb, és itt volt az az A pont, amit még én pluszba berajzoltam. Jó, és akkor maradt még egy szempontunk, ugye mivel ez volt a 6., a 7. az előjel. Hát szerintem ez mindenkinek világos, hogy ez a mi parabolánk sehol nem lesz negatív előjelű, vagyis ez a mi függvényünk nem lesz negatív előjelű, tehát végig a parabola az x-tengely fölött van, tehát az y-tengely pozitív részén. Hát akkor ezt írjuk is le. Azt mondjuk, hogy az y nagyobb nullától minden valós x értékre, tehát ha x eleme r-nek. És hol lesz negatív? Hát sehol. Hogy írjuk azt le, hogy sehol? Hát úgy, hogy az x eleme üres halmaznak. Jó? Tehát ez egy olyan függvény, ami végig az x-tengely fölött van. Na hát akkor nézzük meg még az utolsó esetet is, amikor végig negatív előjelű lesz ez a mi függvényünk. Tehát a 3. példánk, ez az y egyenlő mínusz 1/3 x négyzet mínusz 2x mínusz 6 függvény lesz. Amikor elkezdjük kivizsgálni, az első szempont még ugye nagyon könnyű, az értelmezési tartomány, a valós számok halmaza. Viszont itt már sejtitek, ha már azt mondtam, hogy ez egy végig negatív függvény lesz, hogy amikor a nulla helyeit akarjuk meghatározni, itt a gyök alatt nyilván nem fogunk pozitív számot vagy nullát kapni, hanem negatív számot. Ugye az A mínusz 1/3, a B mínusz 2 és a C mínusz 6, és amikor elkezdjük számolni az X 1-2-t, ugye mínusz B plusz mínusz gyök alatt B négyzet mínusz 4AC képlettel. Itt rögtön látni fog, ugye per 2A, az nem maradjon le, tehát per 2-szer mínusz 1/3, rögtön látni fogjuk, hogy mi történik a gyök alatt. Ugye mínusz 2-nek a négyzete az 4. És mennyit kell kivonnom a 4-ből? Itt ugye kivonás marad, mivel a 3 mínusz nekünk ugye mínuszt ad. A 6-os, tehát mínusz 1/3-szor mínusz 6, az 2-t ad, ugye? Tehát mínuszszor mínusz az plusz, 1/3-szor 6 az 2, 4-szer 2 az 8. Ez itt 4, ez itt 8. Tehát a 4-ből vonunk ki 8-at. Nyilván ez negatív szám lesz. Tehát ha negatív szám van a gyök alatt, az pedig ugye azt jelenti, hogy nincs valós megoldásunk. Tehát ez nem valós szám, egyik se, ugye pluszra meg mínuszra se.
Tehát nincs nulla helyünk, megint csak. Tehát nincs nulla helye. De y-tengellyel való meccéspontja attól még van, ugye nullát helyettesítünk az x helyére, akkor mínusz 6-ot kapunk. És csúcsa is attól még lesz ennek a parabolának, tehát konkrétan, mivel az a együttható negatív, ennek maximuma lesz, tehát a maximumot keressük, mínusz b per 2 az x koordináta, 4ac mínusz b négyzet per 4a az y koordináta, és kiszámolva azt kapjuk, ugye, hogy mínusz mínusz 2 a mínusz b, tehát 2 per 2a, 2-ször mínusz 1 harmad, mínusz 2 harmad, és 4ac, tehát 4-szer mínusz 1 harmad, szor mínusz 6, mínusz mínusz 2 négyzete, ugye 4, és per 4-szer mínusz 1 harmad, az mínusz 4 harmad. Ezt mikor kiszámoljuk, ugye ez egy emeletes tört lesz, mind a kettő, oda is írom inkább úgy, hogy 2 per 1, egy kültagot egy beltaggal le tudunk egyszerűsíteni, vagy akinek könnyebben megy, szorozza a kültagot a kültaggal, a beltagot a beltaggal, és utána egyszerűsít, de minden esetre mínusz 3-at fogunk kapni, és a másiknál pedig megint csak ugye mínusz 1 harmadszor mínusz 6 az 2, 2-szer 4 az 8, 8 mínusz 4 az 4, 4 per mínusz 4 harmad, megint írom úgy, hogy 4 per 1, csak hogy lássátok, hogy ez egy emeletes tört, tehát annyit kapunk a maximumra, mint mínusz 3, mínusz 3. Ugye négyeseket megint egyszerűsítettem, egy kültagot egy beltaggal. És akkor, ha megvagyunk a maximummal, akkor azt is fel tudjuk írni, hogy hol lesz az y növekvő, és hol lesz csökkenő. Ugye, mivel maximumról beszélünk, akkor először, tehát egy az a előjele negatív, pontosabban, tehát először ugye növekedni fog, a függvény utána pedig csökkenni, tehát az y növekszik, ha az x mínusz végtelen és mínusz 3 között van, és az y csökken, ha mínusz 3-tól nagyobb az x értékünk. Megint csak, mivel csak két pontot határoztunk meg, a grafikonhoz venni fogok még egy tetszőleges értéket az x-re, és erre is kiszámolom az y-t. Hát legyen ez mondjuk a 3-as, azért, mert itt ugye 1 harmaddal szorzunk, tehát, vagy mínusz 1 harmaddal, tehát az y-unk 3-ban mínusz 1 harmadszor, ugye 3 a négyzeten, és mínusz 2-ször 3 mínusz 6, nézzük, hogy mit kapunk, ugye négyzet, meg ez a 3-as leegyszerűsül, tehát ez itt mínusz 3, mínusz 6 az mínusz 12, tehát itt mondjuk mínusz 15-öt kapunk 3-ban. És akkor meg tudjuk rajzolni, ugye vázlatosan, elég sok negatív számunk van, úgyhogy egy kicsit úgy rajzolom ezt, vagy úgy ábrázolom, hogy hosszabb legyen az y-tengelyem negatív része, tehát x, y, az m pont 0, mínusz 6, tehát mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, látom, hogy kelleni, még kisebbre veszem azért, hogy kiférjen nekünk még ez a 3, mínusz 15, tehát duplázom még ezeket, és már el is jutottam 12-ig, 13, 14, 15, itt volt a 6-os, ugye mínusz 6, tehát nullában mínusz 6, ez volt az M pont, maximum mínusz 3, mínusz 3, tehát ez a mínusz 3, itt is mínusz 3, és ezt a mínusz 15 pontot is berajzolom, tehát 3-ban mínusz 15, jó, és akkor hol volt, tehát itt volt a csúcsa, tehát megrajzolom ezt a parabolát, próbálom szimmetrikusan a másik oldalra is, és ez lesz az y egyenlő mínusz 1 harmad x négyzet
mínusz 2x mínusz 6 parabola, és le tudjuk róla könnyedén olvasni, hogy ez végig negatív lesz, tehát nem lesz sehol pozitív, és mindenhol negatív. Talán kicsit az ábrák jobban látszódnak a következő képen, tehát ez az utolsó volt nekünk, amit épp most rajzoltam, a mínusz 1 harmad x négyzet mínusz 2x mínusz 6, és az előző kettőt is láthatjátok, tehát a 2x négyzet mínusz x plusz 1 van pirossal, és a mínusz 2x négyzet plusz 5x plusz 3 feketével ezen az ábrán. Szeretném, ha megpróbálkoznátok egy ilyen kivizsgálással házira is, méghozzá az x négyzet mínusz 10x plusz 9 függvényt kellene kivizsgálni és ábrázolni a grafikonját. Tehát végigmentek ezen a 7 szemponton, meghatározzátok ezeket a tulajdonságokat, és ugye ábrázoljátok is a 6-os pont konkrétan a grafikon ábrázolása. Itt vannak a megoldások is, mindjárt az ábrát is mutatom, hogy le tudjátok magatokat ellenőrizni. Remélem, hogy nem lesz vele semmi gondotok. Köszönöm, hogy végighallgattatok, jó munkát a házihoz!